ismét nem várt helyszínről jelentkezünk innen a Hyperzone-ból, mert a mai menün, képzeljétek el, ismét hamburger, ismét ettünk már, mondtam már, hogy ismét? Nem. Mi még nem ettünk hamburgert. Ez a lényeg, mi még nem ettünk hamburgert, ma az lesz mégis a menün. Viszont, hogy leplezzük abbéli hiányosságunkat, hogy tudnánk bármit is a marhahúsról, először elgyepáljuk a mestert. Szevasztok! Na, az a terv, hogy először megalázzuk ugye a burger készítő mestert, hogy mégiscsak nagyjából ne, szinten... Nehogy sírás legyen a vége, annyit. Vagy engem, bár automata váltót kért, szóval lehet, hogy... Igen. És utána pedig átmegyünk a Bamba marhába, az a bizony. Engedsz a konyhára? Melyikben? De persze, egészen nyugodtan. És hamburgert fogunk készíteni, de tudományos módon, hogy mégis milyen egy finom hamburger. Tartsatok velünk ma is! Tulajdonképpen nem jött be az Intelmem, hogy az első kanyarban fog kiszállni, mert már hamarabb. A második. Ja tényleg, még az egyenesben. Már az egyenesben elrepül. 8000-es fordulat, gyerekek. Most nézd is meg a féket. Srácok, ne mennétek inkább egy hamburgert? Hát lassan. Menjünk. Menjünk már. About to leave, already packing. Na azért nagy szerencse, hogy nálunk mindenki nyertes, ugye? Nem kapták ki egyáltalán. Ne, ki tudja, én nyerekem, mert én hamburgerre vágyom például. Tehát ti autóversenyeztetek, de én finomat fogok enni? De most végül is három hamburger lesz, vagy csak a nyertes fog kapni? Szerintem mindenki. Mindenki kapjon. Nagyszerű, akkor mégiscsak bevállalom, hogy veszteszem én, jó? Ezt már szeretem. Nagy orroddal. És most csak Bambán lehet enni? Na hát, meg is érkeztünk a Bamba Deákhoz, ami itt van. Itt fogunk egy baromi jót kajálni, reményeink szerint. Nem csak enni fogunk, remélem. Mit szeret inni? Hát nem némi információt, hogy mégis mi ez a hamburger? Mi ez ja, a burger? Persze, a vagdatúsos szendvics, amiről beszélünk. Jéghús. Az a szó, hogy hamburger, az már múlté? Nem, teljesen már Marit. Csak burger. Burger, csak hamburger, burger. Hambi, hambuci. És mitől hamburger? Hát egy jó kérdés a nyelvtani mélységeibe. Na jó, de hát sonka. Igen, ugye a ham. Sonkának nem sok köze van a... Nem, sokkal inkább a Hamburg városának, ahonnan a telepesek mentek szépen nyugatra, és végül hát New Yorkba érkeztek meg első körbe, és onnan özönlötték el a világot, és akkor a Hamburg steak az ami eredetileg így a névadója ennek a dolognak. De egyszerűnek tűnik. Hússaláta, kis, nem tudom, paradicsomkarika, oké, ez meg az, meg egy zsömle, zsemje. De egyébként a zsömlésajt szokták mostanában hagyni a menüt. Nem? Not today. És hogyha de mondom, van a lehetőség, igen, tehát soha lehet. Négy húst kérek, tehát úgyhogy a dupla hús és a bucik helyett is egy húst. Az így jó, nem? Az alternatív megoldás, igen, a protein. Hogyha tudnád megenni, szerintem az már, hogy megenni. De szóval nyilván a maga a buci is egy fontos része. Pontosan. Tehát legyen megfelelően könnyedállagú, ne fullasztó, ne túl nagy, ne túl kicsi, legyen megfelelő alapja annak a dolgoknak, amiket elrakunk, tehát ez mindenképpen. Meg lehessen pirítani, hogy ne nyalja be a szósz. Pontosan, meg kap egy plusz roppanós réteget is ezáltal. És a húsnak itt is van különböző ilyen átsütési módja, mint általában a steakeknek, meg marhahúsoknak? Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy közepesen átsütve a legjobb, de nyilván ettől el lehet térni fölfele is, lefele is. Honnan lehet olyan alapanyagokat találni? Most beszéljünk a saját konyhánkról, mert oké, itt nyilván ti is föl vagytok készülve, ha, meg saját vágóüzemetek van, meg mit tudom, is az nincs. De hogy azért, ha az ember otthon akar, akkor miből csináljon hamburgert, és ezt hogyan kezdjen? Hát így van egy-két jó hentes azért a Fővám téri piacon, ami hegyvidék központban, tehát meg lehet találni darált hamburger hús. Kérsz, bemész és ezt is fogsz kapni, és onnantól kezdve gyakorlatilag például majd, hogy nem, sőt, kvázi azt a minőséget tudod otthon produkálni, tudod, hogy kell jól elkészíteni, mint amit például mi is csinálunk itt. És ez miből van? Mert ugye nem csak hús. Igen, kell, hogy legyen egy zsírtartalma is, mondjuk amit mi csinálunk, az marhanyag és vesett vagyú 80-20 arányú keveréke. Marhanyak és vesefagyú. Ez egy új blog lesz. Ezt egyébként külön így kellett kérni. Én egy rajzfényfigurára gondoltam, hogy én vagyok, hogy nagyjából igen. Marhanyak, te meg a vesefagyú.
Cow and chicken. Körülbelül. Meg boneless chicken. Na, és akkor azokkal mit csinálok? Van bármi fűszerezéssel, só, vagy bármi? Mint a steakről beszélnénk. Na, ezt akartam mondani, hogy egyébként, hogy sózuborsolzunk, sütéskor. Valószínűleg ennyi. Ott fogjuk megtalálni a jó húsokat, ahol a steak húsból is jó pontosan, a kínálat. Pontosan. És ez például a fővám térpiac az ebben a szempontból ott azért van. Csak nyers húsról beszélünk. Aha, és így megfelelő zsírtartalommal, sütéskor, sóbors, megfordít sóbors, ugyanúgy esetleg egy szeret ráolvasztott sajt. Minden más, ami az ízt adja, az a szószok feltétek, pontosan, pontosan. De lehetne bekeverni a hús mustára, bölcsesztere, kockázott lilahagymával, tojásra, zsemlemorzsával, de az jóval inkább szerintem a fasírt felé közeli. A plastikus fasírt osztál. Egy kis áztatott. Igen, nem is érted, hogy hova teszünk, a száraz kenyeret, akkor hol használjátok föl, nem érted? Hát, sehol. Na oké, akkor ott láthatunk, van a husikánk, szépen elkezdjük sütni. Hogy sütjük? Látunk melyeket, ahol direkt ilyen kis mini vasalókat tesznek rá, hogy nyomják, mint az kell, vagy nem kell, vagy szabad, nem szabad. Nem kell. Akkor lehet létrehúsultság, hogyha teljesen átsütve a föl a hús, csak úgyis tök mindegy, akkor miért ne süljön gyorsabban. Tehát akkor érdemes, azt mondom, ha teljesen szeretnél rásütve, mert éppen úgy szereted, vagy olyan az egészségi állapotok, hogy ezt megkívánja, akkor lehet lenyomókázni. Amúgy én nem javasolnám különösebben. Én is inkább a magasabb hús. Nem is kell, hogy nagyon magasnak lennie, de normálisan. És 2-2 perc a két oldalon is nagyon. Hát ugye most attól is függ, hogy mekkora húsról beszélünk. 140-es húsokkal dolgozunk, 140 grammos. Hát, 4 perc oldalanként egy médium. Nyilván a hőmérséklettől is függ, a rostlaptól, otthoni serpenyőtől, ezt be kell lőni, hogy milyen tűzhelyed van, milyen serpenyő, mekkora hús. Elején elfogsz cseszni, mit tudom én, adott esetben egy fél kiló hús, én is így kezdtem, de utána már tök jó lesz. Tehát tényleg mindig eszközre és környezetre kell alkalmazni. És viszonylag, hogyha jól sejtem, akkor vastag, vastag sütőt próbáljunk keresni, vagy ami ültartó, teljesen mindegy. Tök mindegy. Én a sima teflonos legyen, ne igen le, de nem kell öntött vas meg ilyenek. Nagyon durva hőmérséklet, vagy közepes hőmérséklet. Felejtettük mondani, hogy ha már csináltál velünk egy hambúrgert, amit itt tudtok megtalálni, átlinkelünk hozzád, mert egyszerűen készült egy nagyon igazi hyperburg. Nagyon rossz volt. Már nincs meg sajnos az, hogy annyira rossz volt, hogy meg kellett együtt, egytől egyig mindent. Nehogy valaki kiújtson a környezetbe, és nem tudom. Nézzetek meg, mert nagyon jó talán ki nekünk, Jani. A kedvenc kajáik alapján. Ahhoz képest, hogy néhány kedvenc kajáik alapján. Rossz az a tevőt javasolt. Ő, én nem, ő. Mák, túró, disznósa, nem tudom mi volt még ott, de elég erős. Biztos, hogy ezt ő mondta. Ja, jó. Leginkább vízből, mert kíváncsi voltam, mit lett a bortó. Határozom meg a vastagságát, szélességét, kerekre kell ezt csinálni, vagy laposra, vagy magasra? Hát én azt szoktam mondani, hogy egyrészt, hogyha van egy zsömlé, akkor nagyjából akkor legyen a kerülete a húsnak, mint a félbevágott zsömlének a kerülete. Tehát ne lógjon ki, ne legyen túl kicsi. Másrészt meg, pontosan igen, nyerset egy felé próbálod. Másrészt pedig... 20%-ot úgy összemény. Egyrészt igen, tehát nagyobb lehet, kisebb nem, ez a lényeg. Meg egy kis kávé, mondjuk egy 14-es húsnál, az egy ilyen újnyi vastagság, én azt mondom. Melyik újnyi? Mert kettő is van. Mit csinálok a szószokkal? Mert láttam, amikor nekünk csináltad, hogy mindent kentél mindenhova. Ez nem teljesen így van. De pont ez, hogy mit hova? Én azt mondom, hogy a szószokat mindig a zsömlére jó kenni, nem pocsmogolunk, nem izé, mintha oldások lennénk. Semmi nyomás, így a izé, semmi ilyen izé, epik Miki össze-vissza, simán rá a zsömlére, és akkor széltől szélig mondjuk szétkenjük, és azt szerintem a legjobb, és legjobban eloszlatható, úgyhogy így szóval nyilván lehet bárhova, de mindenki úgy csinálja, hogy akarja. A csalamádet azt mikor tesszük rá, azt mondjad meg most nekem. Azt a legvégén, amikor már nem vagyok ott lehetőség szerint, hogy ne f***am ki a kukába, az a lendülete. Az egyik, hogy neked melyik a kedvenc összetevőd, amit mindenképpen javasolsz. A békem. Igen, jó, nagyon Kevin jó. Kevin Bacon, és még milyen feltét a másik, amit javasolsz? Úgy érted a sajton kívül? Igen, most egy meglepőt mondjál, mert a bacon az egyértelmű, tehát a bacon nélkül nincs étel. Juharszirup. Na, ez a bacon vetek jól is, mennyi édes sós ezek játéka, elég frankó. Azt mondd el nekem, hogy kell kultúráltat hamburgert enni? Nem lehet, nem érdemes, de ha mégis szeretnéd, az a pro tip, hogy így most nem mutatom meg, de fordíts fejjel lefele, ugye az alja lesz úgy felül meg az alja, mint a diszkopatkányokban, amikor a butabi fivérek ugye a diszkót kivitték az utcára, az utcát meg a diszkóra. És ugye teteje egy komolyabb talapzatot tud nyújtani adott esetben, statikai értelemben, tehát nem fog szétesni a burger. Rám, aki most még nincs benne a képen, de oda tudom rakni, de egy ideig késsel villával letted a hamburgert, nem? Nagyon szeretek késsel villával lenni, hamburgert persze nem lehet késsel villával lenni, de én megpróbáltam. Tehát általában az volt a vége, hogy kétszer annyira tartott nekem megenni késsel villával. Lehetetlen. Ez benne van valahogy az élvezetünk akkorban, nem ez a... Édes burgonya. Nagyon jó. Istenem. We'll be right back.
Parancsolsz? Ez micsoda? Ez a bamba zseton. Kóstoltam meg és találtam ki, mi van benne. Jó, vagy sokkal viccesebb, mint hogy én elmondom. Jó, az illatában már is látom, hogy ez az juhaszirú. Van egy nekem, hogy látom, hogy bacon, feloldódik ez az íz. Mi van a baconben? Mi van a dobozban? Ezt hiszem süti. Alapul milyen süti? Amilyen ilyen rágós süti tárpja. A külföldi pilóta kex az Oreo. Oreo. Békönbe tekert Oreo, forró olajban kisütve, juharszirupban nyakon öntve, a bamba zseton. Helyén való. Komoly probléma merült fel. Meg akartuk próbálni megfogalmazni, mit akarunk mondani elköszönésként, és akkor döbbentünk rá, hogy ez nem fog menni. Fog menni? Egyetlen egy dolgot tanultam meg, hogy ki kell menni a szabadba grillezni, és jó sok hamburgert is kell vinni magunkkal. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, rengeteget tanultunk a marhákról, leginkább a bamba-pampa marhákról. Finom volt, egy banános hamburgert tettem gyerekek, isteni volt. Ennyi, örülök, hogy jöttetek és hogy ízlettek a kicsi kis burgereink, úgyhogy... Ki fogom próbálni otthon való sütést, süssél te is velünk, te meg süss meg. Figyelj, mindjárt kapsz egy izét, egy olyan egy tockos. Na, tekintve ezt a 4 milliárd kalóriát, amit most elfogyasztottunk, úgy döntöttünk, hogy a metró áramot már nem pocsékoljuk tovább. És vagy 300 forintomba kerültél. Aztat! Ja, nem megadtam, jó? Megadtam a 10-es gyűjtőjegyedből. De nem, ezen most spóroljunk szerintem. Ezen most spórolunk 300-600-at. Asztóriától nem, az még ott van. Nem, ez a Deák tértől egész a Blaháig. Elmegyünk.